Megtelt a Városházak Rúdi terme, ahol a 2023-as év legjobb nyíregyházi sportolói gyűltek össze, hogy a hagyományos sportgálán átvegyék az őket megillető elismeréseket. Mint a vármegye székhely polgármestere elmondta, sportsikerekben gazdag elmúlt évre tekinthetnek vissza. Sikeres év áll mögöttünk 2023-at illetően is, és fontosnak tartjuk, hogy az eredményeket el kell ismerni és meg kell ünnepelni, erről szól ez a sportgála. És hát arról is, hogy ez remélhetőleg biztatást ad arra, hogy ezek az eredmények az idén is jöjjenek majd, és az önkormányzat ezért sokat is tesz, biztosítja az infrastruktúrális lehetőségeket, erről külön lehetne beszélni egy órát, hogy mennyi minden történt, de hát most legutóbb a sportcélú támogatásokat is megemeltük, ez azt jelenti, hogy 169 pályázatból 156-ot támogatni is tudtunk, és hát nagyon-nagyon komoly eredmények vannak a csapatok, az edzők, a sportolók között, minden tekintetben korosztályos válogatottaink vannak. Tavaly sporttörténelmet írtunk, amikor az atlétikai VB-n 5 nyíregyházi sportoló volt jelen, a kínai egyetemi világjátékokon jól szerepeltek sportolóink, úgyhogy valóban az egy sikeres év volt. Az elmúlt év legjobb sportolójának Kovács Rihárdot választották. Az NVSC Big Boxing ökölvívója tavaly kiharcolta az olimpiai kvótát, és már Párizsra fókuszálva készül a belgrádi Európa-bajnokságra. A bocskai volt az utolsó versenyem, azután egy pici betegség jött közbe, azért kényszerpihenő volt. Aztán most finishbe vagyunk már, ugyanis április 15-én kezdődik az Európa-bajnokság, arra készülünk. Nagyon várom már, hogy újra ringbe léphessek. Aztán ugye a következő állomás nyilván lesz közte kisebb nemzetközi torna, meg felkészítő versenyek, de a nagy állomás, az álmom az olimpia, amit már nagyon várok. Az elmúlt év parasportolója címet Tarjányi István érdemelte ki. A kerekes székes vívó részvétele biztosnak mondható a paralimpián. Pákei Béla tanítványa nemrég az Európa-bajnokságon ismerkedhetett meg a párizsi körülményekkel. 5. helyen végeztem, célom az volt persze, hogy aranyjal váltson ki az ezüstömöt, mert az egyik Európa-bajnokság számít a kvalifikációba. Ebből a szempontból egy kis izgalom hiányában indultam neki az egész versenynek, mert nem éreztem ezt a igazi nagy drukkot, mert hogy annyira nagy tétje nem volt a versenynek, nagyon szerettem volna ilyen, mert sajnos ez most nem jött össze. Nem is az én hibámból többnyire, mert a zsűri az nem nekem kedvezett, de így jártam, mert összességében elégedett vagyok az eredménnyel. Hellebrand Máté tavaly ott volt a budapesti világbajnokságon, nyáron pedig 4. olimpiáján szeretne rajthoz állni. A nyíregyházi gyalogló Békés Csabán 2 másodperccel maradt le a 20 km bajnoki aranyérméről. Felemások az érzéseim, hiszen helyezésben nem ehhez vagyok hozzászokva. Itthon 2009 óta ezen a távon én vagyok a magyar bajnok, most Venyelsány Bence jobb volt 2 másodperccel. Hát a körülmények nem voltak ideálisak, hiszen hatalmas szél volt, és 19 kilométerig én mentem elől, Bence mögöttem jött szélárnyékban. Ez a végén a hajrában úgy gondolom, hogy nagyon sokat számított, hiszen sokkal frissebb volt az utolsó 1 kilométeren. Hát pont ez a 2 másodperc kellett volna nekem is, hogy frissebb legyek. Viszont ez így legalább nagy motivációt ad a jövőre nézve, hogy most már itthon se vehetem félváról az országos bajnokságokat. A másik meg, hogy tudtuk egymást kicsit húzni ezen a versenyen, hiszen ilyen jó időt a Békés Csabi országos bajnokságon még nem gyalogoltam. Ami azért is fontos, mert az olimpiára így a világranglistán előrébb fogok kerülni, ami a pontokat illeti. A sportgálán több mint 70 díjat vehettek át a sportolók, az edzők és a legjobb csapatok képviselői.